Még utoljára a kevert elrendezési adatoknak az elemzéséről fogok beszélni. Ha visszaemlékeztek az előző órára, a kevert elrendezés az azt jelenti, hogy egyszerre van egy csoportra osztás az adatainkban, tehát véletlenszerűen, vagy mondjuk véletlenszerűen csoportokra osztjuk a résztvevőket, és másrészt pedig mindegyik résztvevőről, vagy mindegyik csoportból több megfigyelésünk is van, ugyanarra a változóra vonatkoztatva. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy hogy kell ezeket az adatokat elemezni. Az lenne a kutatási kérdésünk, hogy hogyan hat a testmozgás a szorongásra, és a populációnk azok általános szorongás szindrómában szenvedők lesznek, belőlük veszünk egy mintát, és véletlenszerűen három csoportra osztjuk a mintánkat. Az egyik csoport az nem kap kezelést, vagy hát ebben az esetben nem vesz részt testmozgásban. A másik csoport az egy alacsony intenzitású testmozgás programban vesz részt, a harmadik pedig egy magas intenzitásúban, és megmérjük a szorongás pontszámukat a kutatás elején, majd a második és a negyedik hét végén. Jó, tehát miből fog állni ez a statisztikai modellünk? Kimeneti változónk az a szorongás pontszám, vagy szorongás kérdőívnek a pontszáma lesz, ami egy intervallum skálájú változó. Lesz egy személyek közötti változónk, ami a csoportbeosztást, tehát az, hogy kontrollcsoportba soroltuk az illetőt, vagy alacsony, vagy magas intenzitású csoportba. Személyen belüli változó az a mérésnek az ideje lesz. Ez is három szintű, lesz egy nulladik, egy második és egy negyedik heti mérés. A nulladik szint, ugye ez a baseline. Emiatt az elrendezés, mert hogy van egy olyan személyek közötti változónk, ami három szintű, és egy személyen belüli változónk, ami szintén három szintű, ez egy 3x3-as elrendezés lesz. Ez ugye azt vonja magával, hogy a cellák száma az 9 lesz. Picit zárójában jegyezném meg, hogy ez azt is jelenti, hogyha minden csoportnak minden szintjét össze akarnék hasonlítani minden másik szinttel, akkor az 9x8/2 összehasonlítást jelent, tehát 36-ot. De ne szaladjunk ennyire előre. A lényeg, hogy az ilyen típusú elrendezés az elemezhető ismételt méréses ANOVA-val, amiben még teszünk bele személyek közötti összehasonlítást is, tehát between subject faktort, változókat. Hogyha ezeket az eredményeket vagy adatokat beletesszük egy ilyen ANOVA-ba, akkor ezt az eredményt fogjuk kapni. Itt azt látjuk, hogy mind a két főhatás és az interakció is szignifikáns, de mit jelent ez? Tehát, ez azt jelenti, hogyha ezt ábrázolni akarjuk az adatainkat, hogy ugye induljunk először ilyenkor mindig az interakciótól, mert az a legspecifikusabb hatás, és akkor visszafelé érdemes haladni az egyszerűbb hatások felé. Tehát az interakció az azt mondja meg nekünk, hogy a különböző mérési pontokban más, vagy a különböző mérési pontok között másfajta mintázatot vet föl a kimeneti változó változásának az iránya, vagy a mértéke. Tehát azt jelenti, hogy van olyan csoport, aminek máshogy változott a szorongás pontszáma, mint a többi csoportnak. Akkor, amikor egy ilyen ilyen terápiás hatékonyságot vizsgálunk, legyen az akár a testmozgás, vagy egy gyógyszer, vagy egy pszichoterápia, akkor mindig az interakció a lényeges számunkra, hogy az szignifikáns-e vagy nem. Ebben az esetben, tehát azt látjuk, hogy azok, akik
a nagyon intenzív testmozgásos csoportban voltak, nekik eléggé jelentősen nőtt már a második hét után is, csökkent a szorongáspontszám, a negyedik hét után meg még ez tovább csökkent. A másik két csoportnál azt látjuk, hogy a kontrollcsoportnak hát nagyon kis mértékben csökkent, és az alacsony intenzitású testmozgás végzőknek az első hét, vagy második héten a baseline-hoz képest nincs számottevő csökkenés hasonlóan a kontrollhoz. Viszont a negyedik hétre náluk is van egyfajta csökkenés. Ezt egyébként úgy hívják úgy kell mondani, vagy ennek az a lényege, hogy ez egy ilyen dose-response relationship, tehát azt, ami tovább erősíti a kauzális kapcsolatokat, hogyha visszagondoltok a Bradford-Hill kritériumokra. Ezzel azt kell érteni, hogy az, aki nem kap kezelést, annak nem nagyon van változás, aki kis kezelést kap, az egy kis változást mutat, és aki nagy kezelést, az egy nagy változást. Hogyha van a kezelésnek a szintjei között egyfajta eltérés, és az reflektál a kimeneti változó értékében lévő különbségekre, vagy pontosabban összefügg azzal, akkor az erősíti a kauzalitásnak a gyanúját. Itt látjátok azt, hogy hogyan kell leírni ezt az összefüggést, hogyha szépen meg kell fogalmaznotok egy szakdolgozatban, vagy cikkben. Tehát egyrészt le kell írni az interakciót, mint ugye az a legfontosabb hipotézisünk, illetve ezután pedig azt, hogy a tervezett kontrasztok milyen további különbségeket mutattak az egyes szintek között. Itt egy másik példa, ez már egy picit bonyolultabb modell. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a különböző mértékben stresszes munkát végző emberek munkahelyi teljesítménye hogyan változik idővel. Tehát tegyük fel, hogy vannak olyan munkakörök, amik nagyon stresszesek, mint például a tűzoltó, illetve kevésbé stresszes, mint például a masszázsterapeuta, és a munkahely alapján három különböző stressz szint besoroljuk be az embereket, azt szerint, hogy melyik munkát végzik, alacsony, közepes vagy magas, és kétszer mérjük meg a teljesítményüket, a munkahelyi teljesítményüket egy év különbséggel. És még az is kérdés ebben az esetben, hogy van-e valamilyen nemi különbség a változásban. Tehát, miből fog állni ez a statisztikai modell? Kimeneti változó munkahelyi teljesítménypontszám, ezt tegyük fel, hogy egy intervallum skála, személyek közötti változók, a stressz, alacsony, közepes vagy magas, ez egyik, de kettő van, mert a másik személyek közötti változó az a nem, férfi vagy nő, és a személyen belüli változó mérés ideje az pedig kettő lesz, tehát egy az elején, és egy másik egy év múlva. Tehát emiatt az elrendezéshez 3x2x2-es lesz, ennyi szintje van a változóknak, emiatt a cellák száma az 12, és a hány páros összehasonlításra lenne szükségünk, ez megint csak egy ilyen gyors kitekintés, hogy tudjátok, vagy visszaemlékezzetek, hogy ezt hogy kell kiszámolni, mert majd a vizsgán szükségetek lesz rá. 12x11/2 az 66. Ennyi összehasonlításra lesz szükség, vagy lenne, hogyha poszthoc tesztekkel akarnánk minden szintet mindennel összehasonlítani. Az előző módszerhez képest nincs különösebb változás ennél a kutatásban, tehát ugyanúgy ANOVA-val tudjuk elemezni ezt a fajta a kutatási dizájnt. Azt még hozzátenném ehhez a kutatási elrendezéshez, hogy ez nem kísérleti dizájn,
mert nem mi manipuláljuk a stressz szintet. Akkor lenne kísérletes a dizájn, hogyha véletlenszerűen sorolnánk be az embereket alacsony, közepes vagy magas stressz szintű munkákba, és aztán utána egy év múlva megnéznénk a teljesítményüket, de ez nyilván nem megvalósítható ebben a formában. Tehát ez egy úgynevezett kvázi experimentális design. Oké. Az előzőekhez hasonlóan itt láthatjátok azt a táblázatot, amit az ANOVA lefuttatása fog nekünk adni. És itt tekintve, hogy több változónak az interakcióját tudjuk nézni. Itt van eleve három fő hatásunk, a nem, a stressz szint, meg a mérés. Aztán van nekünk három darab kétszintű interakciónk, a nem és stressz, nem és mérés, stressz és mérés, és egy háromszintű interakció a nem, stressz szint és a mérés. Tehát ez már eleve egy picit bonyolultabbnak tűnik. Azt még tovább bonyolítja azt, hogy ezek a hét hatás közül a szignifikáns a háromszintű interakció, a nem szermérés interakció és a stressz szint. Az mindig segít ilyen esetekben, amikor értelmezni próbáljuk ezeket az adatokat, hogyha ábrázoljuk ezeket, és akkor a korábbi órán megbeszélt módszer szerint tudjuk értelmezni az interakciókat. Az, hogy a nem, a stressz szint és a mérés között van egy szignifikáns interakció, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy más a változásnak az interakciója a nemek között, attól függően, hogy melyik csoportban vannak, vagy melyik stressz szinten vannak. Tehát, hogyha megnézitek, akkor az alacsony stressz szintű csoportban nem nagyon van változás a teljesítményben a férfiaknál, míg a nőknél van egy növekedés. A közepes szinten a férfiaknál, hát ezt most itt szemre nem pontosan tudom megállapítani, de valószínűleg nagyon átfednek a standardhibák, úgyhogy azt mondanám, hogy a közepes szinten sem nagyon van változás a stressz a teljesítményben. A férfiaknál viszont a nőknél ott van egy csökkenés a teljesítményben, illetve a magas stresszel járó munkakörben pedig a férfiaknál a teljesítményben egy növekedés volt, a nőknél pedig egy csökkenés. Tehát ezt jelenti, hogy nem mindenhol ugyanaz a mintázat van, nem mindenhol ugyanaz az interakciós mintázat van a három csoportban, akkor alakul ki egy ilyen hármas interakció. A mérés és nem interakciója az ebben az esetben, hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy a férfiaknál, ahogy a férfiaknál inkább növekszik a teljesítmény, a nőknél meg inkább csökken, ezt onnan lehet látni, hogy a nőknél, tehát a közepesnél meg a magas stressz szintű munkáknál is egy csökkenés volt, a férfiak, és csak az alacsonynál volt egy növekedés, a férfiaknál meg fokozatosan egyre inkább növekedő teljesítmény. Egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy ezeket az adatokat nem egy valós kutatásból vettem, szóval nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. Tehát ez csak azért mutatom be ezeket az adatokat, hogy értsétek, hogy kell értelmezni ezeket a három
faktor tartalmazó ANOVA-t. Jó. És mi a ennek a fő hatásnak az értelmezése, tehát a stressznek hatása van a teljesítményre önmagában, tehát ugye minden egyébtől független, akkor ugye ezt úgy tudjuk megnézni, hogy kiátlagoljuk kb. Az egyes stressz szintekhez tartozó összes adatpontot, tehát ez négynek, tehát ezt mind a négy adatpontot, akkor itt lesz egy 5,2-nél, itt lesz egy körülbelül nagyjából 5,7-nél, meg egy megint csak 5,7-nél egy pont, és akkor igazából itt ez azt jelenti, hogy az alacsony és a magas stresszel járó munkakörökben nem volt egy, tehát ezek között nem volt nagy különbség a stressz szintben, bocsánat, ez azt jelenti, hogy a teljesítményben nem volt egy jelentős különbség, azonban a magas stressz szinttel járó munkakörben alacsonyabb volt eleve a teljesítmény, mint a másik kettőben. Ez azt jelenti. Oké, na, akkor ezzel be is fejeztük az ANOVA-knak a kitárgyalását. Továbbá az, amit még befejeztünk, az alapvetően a hipotézis teszteléssel járó módszereknek a kitárgyalása. A következő alkalommal már valami másról lesz majd szó, még pedig a változóknak az összevonásáról. Oké, amiket még kiemelnék, hogy a 8. meg a 9. órákat igazából én összevontam, mert az logikailag sokkal jobban összetartozik, és így ebben az online formában szerintem jobb azt így, jobb volt nekem, meg szerintem nektek is ezeket összevonni. És akkor ez igazából a tematika szerinti 10. óra volt, és elkezdődött körvonalazódni az is, hogy a vizsga az hogy fog majd működni. Eleve online vizsga lett volna, de mondjuk eredetileg számítógépteremben. Most nyilván mindenki otthon fog majd vizsgázni, lesz több időpont és pótvizsgai időpont is. Ezt most nem tudom hirtelen, hogy már ti látjátok ezt, vagy nem, de lesz a vizsgai időszak elején vizsgai időpont, meg majd a vége felé. Hát én ugye nem tudom kontrollálni azt, hogy ki mit használ otthon a vizsgához, úgyhogy tőlem mindenki használt igazából bármit, amit tud, viszont időkorlátos lesz, tehát hogy a korábbi tapasztalataim alapján azt tudom nektek mondani, hogyha valaki nagyon jó képbe van az anyagban, nem feltétlenül arra gondolok, hogy pontosan tudja azt, hogy melyik képlet mit jelent, csak azt kell tudni, hogy mit hol találsz meg. Az általában már az így tud egy jó jegyet jelenteni. Tehát ez biztos, hogy nem lesz elég az idő, hogy még azt is megtaláld, vagy még azt is kitaláld, hogy melyik részen fogod megtalálni a helyes választ, és akkor végignézd az összes szlájdot. Tehát, hogy annyi idő nem lesz körülbelül, még ezt nem döntöttem el, de hogy valószínűleg 30 vagy 35 perc lesz a vizsgára fordítható idő összesen, és körülbelül 30 kérdés lesz. Egyébként többnyire többszörös választásos kérdések lesznek, ahol azt kell kiválasztani, hogy melyik válaszok helyesek, vagy néha azt, hogy melyik válaszok helytelenek. És az eredményt ezt rögtön látni fogjátok a vizsga után, de a végső eredmény tekintve, hogy ez a tárgy ez a gyakorlattól össze van vonva, az attól is függ, hogy a gyakorlaton hanyast kaptok. És majd akkor fogom tudni a végső jegyeket beírni, hogyha az összes gyakorlati jegyet is megkapom, illetve és miután levizsgáztatok. Oké, vigyázzatok magatokra, és akkor következő hétfőn pedig majd a főkomponens elemzéssel, meg az explorátoros faktor elemzéssel fogjuk folytatni.